A terület és településfejlesztési operatív program keretében 250 millió forintból valósult meg Szalaszend egyik régi álma, egy teljesen új bölcsöde építése, hangzott el azon az eseményen, amelynek keretében ünnepélyesen át is adták azt. Szeptembertől két csoporttal és 14 fős létszámmal kezdheti meg munkáját, 8 új munkahelyet teremtve ezzel a településen. Az épület átadón Tóth István polgármester kiemelte, hogy az itt élőkre építenek. Már most úgy néz ki, hogy további tervek kellenek a bölcsödéhez, mert kicsinek fog bizonyulni rövid időn belül. Úgy gondoljuk, hogy szeptemberben el is indítjuk a bölcsödét. Bruttó 251 millió forintba került, és gyakorlatilag egy nagyon szép épületet kaptunk a kivitelező cégtől, és úgy tervezzük, hogy ezt még bővíteni is fogjuk természetesen. Olyan lehetőségeket szeretnénk megvalósítani, olyan beruházásokat, amelyek itt tartják a fiatal vagy középkorosztályt, és hát mint a beruházás is mutatja, itt 8 új munkahely jön létre. A képviselőtestület ebben nagyon helyes állásfoglalást és iránymutatást ad, hogy bármilyen beruházás megvalósul a településen, ami esetlegesen munkahelyeket is teremt, ott elsősorban szalaszendiek dolgozzanak, ők kerüljenek felvételre, amennyiben megfelelnek az adott munkahely feltételeinek, és majd, ha nem, akkor külsős embereket vonunk be. De először mindenképpen helyi lakosokat szeretnénk fogni. A kistelepülések életben tartása és a vidéki lét erősítése kormányzati törekvést tette hozzá a térség országgyűlési képviselője. Hál' Istennek nem csak Zemplénben, hanem Abaújban is megállt az elvándorlás. Régi-régi vágyunk volt, hogy hogyan lehetne visszacsalogatni a gyermekeket és az unokákat. Köszönhetően a kormány elmúlt 12 év szociálpolitikájának, családvédelmi politikájának. Most itt az eredmény. Az eredmény látható, hiszen lassan visszatelepülnek a fiatalok, és az első dolog, ami ilyenkor szükséges, a bölcsőde és az óvoda építése. Mert hát, ha egy család megtelepszik, visszajön, akkor gyermekek jönnek, és ugye nagy kérdés az, hogy milyen körülmények között tudják elhelyezni az óvodába vagy a bölcsődébe. Én úgy hiszem, hogy Abaúj fejlődésének is, úgymond népesség megtartásának az ereje ebben mutatkozik, itt a hátam mögött lévő új bölcsőde átadásának, és már most az átadás pillanatában már úgy tűnik, hogy bővíteni kell. Az óvoda épületébe hamarosan megérkeznek a bútorok is, így válik majd teljesen fogadókészé az új bölcsőde.